Hatalmas csend fogadta stábunkat hétfő reggel a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola épülete előtt és bent az iskolában is. Még az iskola csengőt is kikapcsolták, hiszen országszerte pontban reggel 8-kor megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom élensbeli érettségik. Kantár Attila az intézmény vezetője elmondta, az érettségi idejére törvényileg szigorú protokoll előírásokat kell betartani mind az iskola vezetőségének, mind pedig a vizsgázó diákoknak egyaránt. Ma kezdődik a május-júniusi érettségi időszak igazából. Május 7-én magyar nyelv és irodalommal kezdik az írásbeli tanulóink, és majd május 28-án olaszszal fejeződik be az írásbeli rész. 104-en jelentkeztek érettségire nálunk, ebből 57-en rendes érettségit, 47-en pedig előrehozott érettségit fognak tenni. 20-an vannak olyan a tanulóink között, akik emelt szintű érettségire jelentkeztek. Az emelt szintű érettségi lexikális tudásban is jóval nagyobb követelményeket támaszt a tanulók elé. Király Veronika szerint az emelt szintű érettségire való jelentkezés alacsonyabb létszámának az lehet az oka, hogy csak azok a tanulók választják ezt a vizsgatípust, akik esetében ezt a felsőoktatási intézmény a felvételi rendszerébe megköveteli. Az érettségi vizsgára való felkészülés a diákok részéről a lehető legkomolyabban történt a mi intézményünkben. Az érettségi vizsga jellege az elmúlt évekhez képest nem változott. Nagy részt középszintű érettségit választottak nálunk a tanulók, úgyhogy a mi szaktanáraink kezében volt a felkészítés lehetősége. Maximálisan kihasználták az interneten is elérhető korábbi érettségi feladatsorokat középszinten, úgyhogy ezeknek a rutinszerű begyakorlása szerencsére megtörtént, úgyhogy a tanulók felkészülten érkeztek. Az idei középszintű magyar érettségén a feladatlap első részében a diákok egy 2,5 oldal hosszú könyvismertető szöveget kaptak, amely a barátság szociológiájáról szól. A diákoknak a szöveg alapján kellett megoldaniuk 10 feladatot. Az érvelési feladatban a diákoknak olyan újabb igényekhez, szokásokhoz, nemzetközi trendekhez kapcsolódó ünnepekről kell értekezniük, mint a Valentin nap vagy a Halloween. 120-200 szavas szöveget kellett alkotniuk. Aki nem ezt választotta, azok lerobbant épületekről, hiányzó intézményekről írhattak levelet lakhelyük önkormányzati képviselőjének. A szövegértésre és az érvelésekre 90 percük volt a diákoknak. A második feladatsor 2 műelemzési feladatot tartalmazott. A műértelmező szövegalkotási feladatot választó érettségizőknek egy Balázs Béla mesét kellett elemezniük, még az összehasonlító műelemzést választó vizsgázóknak egy József Attila és egy Szabó Lőrinc verset kellett összevetniük. Erre 150 perc állt a diákok rendelkezésére. Dankó Zsolt volt a Kölcsey Ferenc gimnázium tanulója szerint nem voltak nehezek a feladatok. Az első része volt a szövegértés, és vagy érvelés, vagy gyakorlati szövegtípus. Hát úgy éreztem, hogy a szövegértésre hát egy olyan még 5-10 percet jó lett volna rászánni, de ugye nem fér bele az időbe, de meg tudtam csinálni, és az érvelést is. De igazából ennyi, hogy még egy kicsit több időt szerettem volna a szövegértésre, majd utána jött a műelemzés, vagy két műnek az összehasonlítása. Hát a műelemzést választottam, és szerintem az könnyebb volt, mint az első rész, és ugye erre jóval több idő is volt, és úgy éreztem, hogy szerintem bőven elegendő ez az idő akárkinek. Összesen 73.400 végzős középiskolás érettségizik idén májusban. Rajtuk kívül 37.300-an tesznek majd legalább egy tárból valamilyen típusú érettségi vizsgát. Az érettségi kedden a matematikával, szerdán pedig a történelemmel folytatódik.